Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Aranyéremmel tért haza az országos bajnokságról Szudovcsák Ivett. Kettős győzelemmel jutott tovább a CEF kupában a Fátú Nyíregyháza. A tabella élén várja a tavaszi folytatást a nyírgyulai futballcsapat. Furkó Kálmán életét bemutató kiállítás nyit Máté Szalkán. Nirgai Lászlóval a kispadján éremért harcol a mándoki futballcsapat. Aranyéremmel tért haza a kaposvári rövidpályás országos úszóbajnokságról Szudovcsák Ivett. A nyíregyházi úszónő az olimpiai bajnok hosszú Katinkát megelőzve végzett az élen az 50 méteres mellúszásban. 8 versenyzőt vittünk, 4 fiút, 4 lány, sajnos 2 fiút itthon kellett hagyni, mert 10 fő lett volna a csapat betegség miatt. De én azt mondom, hogy mindent kihoztak magukból a srácok. Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. Amit nem tudunk eleget hangsúlyozni, hogy 23 év után újra magyar bajnokunk van az úszásban, ugye a Szudovcsák Ivett 50 mellen remek idővel, 30-70-nel, több mint egy másodpercet javítva a legjobb ilyen bajnok lett, megelőzve Katinkát, aki szintén a medencébe volt ekkor. 100 mellen negyedik helyezett lett, ami nagyon-nagyon jó idő volt szintén, óriási verseny volt minimális különbségekkel, illetve kiemelném a 100 pillangót és a 200 pillangót Hatházi Dórinak, aki szintén 16 évesen A-döntőt úszott és 6. lett mind a két számban, illetve volt egy váltónk, aki odaért a döntőre, ami ilyen erős mezőnyben szerintem nagyon jó, 8. lettek a 400-as mix váltóban a fiúk és a lányok. Mindig el szoktátok mondani, hogy alkatánál fogva Ivettnek nem igazán fekszik a rövid pálya, ennek tükrében mennyire értékes, vagy mennyivel értékesebb még ez az aranyérem. Valóban így van, bár az utóbbi időben nagyon ráfeküdtünk a lehúzást, illetve a rajt utáni sebességbe való úszással. Én azt mondom, hogy ezen nagyon sokat fejlődtünk, de alkatából adódó, amivel nála a Jakabos Zsuzsa például 40 centivel majdnem magasabb, egy kicsit túloztam. A rajtnál ilyen komoly hátrányt tudunk összeszedni, de nem, most ez működött, és nagyon jó volt mind a rajt után, mind a forduló utáni lehúzásunk. Jövőre Budapesten Európa-bajnokság lesz, ifjúsági Európa-bajnokság. Milyen esélyekkel pályázik a részvételre Ivett és Dóri? Dórinál az ifi korosztály utolsó éves. Tehát ő most érte el az ifi EB csúcsára, ők az idősebbek. Tavaly is fiatalként, idén is fiatalként versenyzett. Dóri 100-200 pillangó mindenképpen döntős és éremvárományos. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon jó felkészülés, akkor ezzel az idővel akár még a gyors úszó számokban is ott lehet, illetve a válogatottban mindenképpen váltóban számítanak rá. Tehát egy nagyon-nagyon komoly program elé néz az ifi EB-n. Ivett pedig a felnőtt EB-re készül ezzel az 50 méteres eredménnyel. Én azt mondom, ez hosszú pályán ez magyar csúcs, nem is kicsi. Hogyha ezt meg tudnánk úszni, akkor egy hazai rendezésben, hazai közönség előtt bármi összejöhet. A hét második felében Győrben lesz még egy verseny, milyen mezőnnyel és hányan utaztok? A legjobbak azok Győrbe fognak versenyezni, ez a Skytech Győr Open, ez egy annyira felkapott verseny lett, hogy 600 külföldi nevező nevezett a 400 magyaron között, 1000 versenyző indul. Ivettnek a mezőnyében ott lesz a magyar csúcstartó, a Stankovics Anna, de mindenki más szinte, a Katinkát nem láttam a rajtlistában egyedül. Viszont jön az osztrák lány, aki az országos bajnokságon 3. helyezést úszott, és nagyon-nagyon nemzetközi és kemény mezőnyre számítunk. Dóriék ugyanezért jönnek ebbe a versenybe. Az utánpótlás viszont Egerbe fog megmérkőzni, ott 40, több mint 40 versenyzőnk lesz, és Egerben egy kétnapos Proagria cikluszáron fognak részt venni. Gondolom, egy felnőtt országos bajnokság előtt eljátszottál a gondolat, hogy mire lehetsz képes, milyen tervekkel, reményekkel utaztál Kaposvárra? Megmondom őszintén, hogy nem nagy tervekkel utaztam. Mármint nyilván szerettem volna egy érmet hozni, vagy dobogóra állni, 50, illetve 100 mellen is. Szerdán kezdtünk a 100 mellel, ott nem sikerült, ott egy negyedik helyet sikerült megszereznem, pont, hogy lemaradtam a dobogóról. Ott egy kicsit el is voltam keseredve, ezért ez még nagyobb löketet adott nekem az 50 merre, hogy ott muszáj dobogóra állnom, és ez sikerült. Nem is akár, hogyan a tetejére állhattál fel, de előtte is volt már egy futamon, megelőzted hosszú Katinkát és Jakabos Zsuzsannát. Nagyon sokan megkérdezték már minden bizonnyal, hogy milyen érzés kiszállni elsőként a medencéből ilyen versenyzők előtt. Igen, már délelőtt első idővel jutottam be a döntőbe, és ráadásul nagyon jó időt is úsztam, tehát életem legjobbját, és nagy reményekkel mentem a döntőre, de nyilván tudtam, meg nem hittem el azért, hogy ezt meg lehet nyerni. Egyedül már ott a rajt előtt közvetlenül, és szerintem az segített főleg, hogy meg tudtam nyerni.
50 méter a legrövidebb táv. Van egyáltalán taktika, vagy pedig be a vízbe aztán, ami belefér? Nagyon nincsen taktika, annyi van, hogy mindennek klapolnia kell. Tehát ott tényleg a rajtnak jónak kell lenni, jó tempóval kell feljönni, hamar kell felvenni azt az ütemet, amivel végig lehet vinni egy 50 mellett, illetve a fordulóban mindennek klapolnia kell, és a célba érkezés, amit nagyon nehéz kiszámítani, de most kijött. Mekkora önbizalmat ad ez a győzelem a jövőt tekintve? Nagyon nagy önbizalmat ad, és bízom benne, hogy nagyon fog segíteni majd az elkövetkezendő felkészülésbe. Ugye most következik majd a januári, az alapozási időszak, az a legnehezebb az úszók életébe. Remélem, hogy sokat fog segíteni. Kettős győzelemmel jutott tovább a CEF kupában a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a hazai visszavágón 3-2-re nyert Román Tárga Vista ellen. Csak úgy lehetett tovább jutni, hogy nyernünk kellett. Tehát az mindegy volt, hogy milyen arányba, de nyerni kellett volna. Nyilván, hogyha, és ez már abszolút feltételes mód, hogyha kint elhoztuk volna a 3 pontot, akkor itt elég lett volna 2 játszma is, és akkor effektíven mondjuk a tegnapi mérkőzésen már mondjuk már 2-1 után tovább jutottunk volna. De hát már ezen kár rágódni, meg bánkodni. Tényleg örülök, hogy egy nagyon jó hangulatú mérkőzést sikerült játszani. Nyilván én, mint edző, azért kihortam egy pár infarktust közben, de úgy gondolom, hogy a szurkolók jól szórakoztak, illetve hát azért gondolom egy-két szurkoló is infarktus közeli állapotban volt. De én nagyon boldog vagyok, hogy tényleg ennyire egymásra talált a közönség meg a csapat. Tényleg az az érzésem volt, mint amikor tavaly a bajnoki elődöntőben ugye a Békés Csabával játszottunk. Minden mérkőzés után fölrobbant a csarnok, úgyhogy ez egy olyan élmény, amit az ember élete végéig elraktároz. Egy ilyen minőségű ellenféllel szemben, egy ilyen meccsen benne van az a hullámzás mindkét csapat részéről, amit lehetett tapasztalni, látni? Az első játszmát még talán meg lehet magyarázni, ugyanis az ellenfelünk egy teljesen új felállásba állt fel. Játékosokat más pozíciókba helyeztek, illetve egy más taktikával álltak fel. Ez valóban egy kicsit megzavart az elején minket, nem nagyon találtuk ennek az ellenszerét. De aztán sikerült nekem is egy kicsit átalakítani a taktikát menet közben. Erre a lányok vevők voltak, utána én úgy érzem, hogy tényleg, mint az eredmény is mutatja, elkövetkezendő 2 játszmában uraltuk. Utána az ellenfél edzője megint egy kicsit belevariált a játékba, de ez nem szabadott volna annyira megzavarni minket. Tényleg azért inkább az dominált, hogy ki tud nyugodtabb maradni, melyik csapat tudja a saját játékát játszani. Valóban annyira kiegyensúlyozott volt a két csapat, hogy ez a hullámzás ez benne volt mind a két csapat részéről, de örülök, hogy tényleg a végén sikerült egy ilyen euforikus végjátékban megnyernünk a mérkőzést. Egy ilyen győzelem és a továbbítás mennyi muníciót ad a jövőt tekintve? Remélem, hogy a lányok ezt a emocionális töltetet föl tudják használni, akár főleg a szürke hétköznapokban, amikor itt a konditeremben vagy a edzőteremben izzadni kell. Tehát mindenképp nagyon fontos az, hogy ez egy töltetet adjon, hogy ezért a óriási pillanatokért érdemes dolgozni. De ugye a másik része meg, hogy nem szabad ettől elszállnunk. Tehát attól, hogy most megvertük a Targu Vistét, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk például a mostani szombati hétvégén úgymond lefekszik az MTK, és nem akar majd semmit csinálni. Úgyhogy nagyon fontos lesz a szombati mérkőzéssel kapcsolatban, hogy motiváltak legyünk, és úgy menjünk bele abban a mérkőzésbe, hogy céljaink vannak, és ezekhez a célokhoz egy újabb komoly lépcsőfok az MTK elleni mérkőzés. Úgyhogy oda kell figyelnünk majd. A tabella élén várja a tavaszi folytatást a labdarúgó megyei első osztályban a Nyírgyulai együttese. Lukács Tibor tanítványai 11 győzelem mellett egy döntetlent játszottak és 3-szor szenvedtek vereséget. Az elmúlt 3-4 évben folyamatosan a dobogón, vagy illetve közelébe zártunk. Nem lehetett más célunk, csak a dobogó ebben az évben is. Tavaly évben lecsúsztunk az utolsó mérkőzésen, amikor egy nagyon nagy bajnoki rangadót játszottunk a Nagy Ecsed ellen. Sajnos vereséget szemetünk, így a dobogóra is lecsúsztunk. Éppen ezért ezt a mindenféleképpen a célt azt tűztük ki, hogy dobogón végezzünk. Ennek érdekében, tehát
ennek érő is úgy is igazoltunk, hogy ez sikerüljön megszerezni. 7 játékost igazoltunk a nyáron. Az azért is volt fontos, hogy igazoljunk, mert ettől az évtől kezdve a csapatunknál szétvált a futszál, illetve a nagypálya. Pontosan ezért, hogy mind a két helyen sokkal eredményesebbek legyünk, és ezért éppen ezért 7 játékos sikerült igazoltunk a nyáron. Tehát a célunk nem változott, a dobogó volt mindenféleképpen, így vártunk neki a bajnokságnak. Mennyire volt kiegyensúlyozott a csapat teljesítménye, voltak-e hullámvölgyek vagy hullámhegyek? Igen, tehát a 7 játékos igazolás ellenére én úgy gondoltam, hogy nehezen fogunk összeállni. Ennek ellenére a nyári edzőmérkőseken már azért voltak problémák, mert azért még nem volt összecsiszolódva a csapat, de utána viszont az első 6 mérkőzést a bajnokságban sikerült megnyernünk, tehát hibátlan teljesítmény nyújtottunk. Utána viszont a következő ötösbe voltak azért hullámvölgyek, hiszen 2 rangadót a Ibrány ellen, illetve a Nagyhalász ellen elbuktunk Fehérgyarmaton, ami nagyon-nagyon fájó volt, mert ott rettenetesen rossz felfogásban rosszul játszottunk, tehát az volt a legrosszabb mérkőzésünk az ősz folyamán, és utána hál' Istennek az utolsó 6 mérkőzésen újra összeszedtük magunkat és szereztünk 13 pontot, így az élen zártuk az őszt. Negatív meccseket említettél, melyik volt az a meccs, amelyik utána leginkább elégedett voltál? Én mindig azt szeretem, amikor kapott gól nélkül le tudunk hozni egy mérkőzést. Ebből hál' Istennek azért adódott soka ebbe a bajnoki szezonban. Gondolok itt egy Újfehértón, ahol egy újonc otthonában, 3. mérkőzésen kapott gól nélkül nagyon magabiztos győzelmet arattunk, illetve hazai pályán a Mándok, illetve a Nagyecser ellen pedig 1-0-val le tudtunk hozni a mérkőzést. Tehát ez nem volt jellemző ránk az elmúlt időszakban, hogy hazai pályán ilyen eredményesek vagyunk. Tehát tavaly is azért csúsztunk le a dobogóról, mert hazai pályán, tehát idegenben sokkal több pontot szereztünk, mint hazai pályán. Most hál' Istennek megfordult a kocka, és hazai pályán teljesen hibátlanok vagyunk, 7 mérkőzésből 7-et sikerült nyernünk. Ilyen szereplés után szükség van egyáltalán valamilyen változtatásra a keretben? Nem tervezzük, pontosan éppen ezért is nem tervezzük a változtatást a keretben. Abban az esetben esetleg, hogyha lenne olyan, aki eligazol, de nem jelezte senki. Én azt gondolom, hogy ezzel a kerettel a célunkat, a dobogót el tudjuk érni. Egy jó felkészüléssel, természetesen lehetnek nekik hullámvölgyek is a játékunkból, de én azt gondolom, hogy ez a terv, ez teljesíthető. Hogy néz ki majd a felkészülés, mikor találkozunk, milyen tornákra nevez be a csapat? Január 6-án fogunk találkozni. A felkészülés heti 3-4 edzés plusz edzőmérkőzés. Benevezünk mindenféleképpen Nyírbátorba a műfűes tornára, amit a Megyei Labdarúgó Szövetség szervez, illetve benevezünk még 2 teremtornára. Azt gondolom, hogy tehát ez tavaly is jól működött, az idén is jól fog. Furkó Kálmán életét bemutató kiállítás nyit Máté Szalkán a DNS galériában. A 8 danos Kiukusin karate mester a városban töltötte diák éveit. Kajdi tanár úr volt a tornatanár, hogy majd fölmér bennünket súlylökésbe. Hazamentem, és ugye itt az állomás udvaron laktunk, vagy illetve volt az udvar a lehetőség. Előkotortam súlygőt, és elkezdtem dobálni. És volt olyan vasutas, aki esténként rám figyelt, és jött, mondta, hogy így lökél, úgy csináljál, és én nekem nagyon tetszett, és elkezdtem rendszeresen edzeni. Sőt, kiártam a sportpályára, ott dobtam. Egy a lényeg, hogy azért el akartam már menni. Én Budapesten volt volt 2 vasutas technikum, a vasút gépészeti, meg volt egy vasút pályafenntartási. Az egyik barátom, a Harsányi barátom innen a pályafenntartási kolóniából, ő jött a PFT-re, én mentem a vasútgépészetére, és kezdtük a középiskolát, de akkor már, mint sportoló, a Törekvő Sportegyesületbe küldtek Kőbányára, ott folytattam az atlétikát, súlyt lögtem, majd elkezdtem a kalapácsot is dobálni, igen komolyan, mert egy fél év múlva a kollégiumban is elengedte kezdésre. Ebből élt az élet, hogy tanulni a technikumban, aránylag jól tanultam, és sportolni. Megismertem Budapestet, megismertem az atlétikai egyesület szakosztályokat, bekerültem pestiekkel, barátságba lettem,
És hát addig jutottunk, hogy hát akkor hova menjek? Hova Műszaki Egyetem? Azért az úgy nem vonzott, hanem hogy akkor a Tesnesi Főiskolára és a második után, a nyári szünetbe, hát ugye nekem akkor barátnő volt, majd mennyasszony, asszony, kezdtük el a felkészülést, tehát a harmadikat és negyedik májusában, hogy felvételi volt, neki sikerült, MB1-es röplabdás volt, fel is vették, engem nem vettek föl, úgyhogy el kellett menni a vasútgépész szakmába a Kőbányai úton a Északi Jánvértőben dolgoztam, de még keményebben készültem a TF-re, mert elsősorban a torna, akkor is azért elég nagy darab voltam, az edzések helyett után kijártam a TF-re, voltak ott tanismerőseim, barátaim, tanítottak, hogy így úgy, úgyhogy a következő évben azért fölvettek, de akkor pedig el kellett menni előfelvétel is katonának, ahol Egerbe vittek bennünket. Még annyi érdekesség, hogy az előttem, akiket fölvettek, engem nem vettek föl, azokat is vitték Kiskunfélegyházzal a katonának. Engem, vagy bennünket 24-en voltunk, Egerbe kerültünk, a odali felderítő zászlaj, egy nagyon-nagyon komoly kiképzésünk volt, újdonság volt a magyar névhadseregben, 10-11 hónapot. Jó volt, nagyon-nagyon sok mindent csináltunk. Lényegében akkor agitáltak bennünket, hogy legyünk ösztöndíjasok. Én aztán, amikor leszereltem augusztusban, akkor megkerestem itt az igazgatóságban a tanulmányi osztályt, fölvettek, úgyhogy az elsőt 67-ben már úgy kezdtem, mint HM ösztöndíjas a Tesnesi Főiskola kollégiumában. Nem voltam teljesen kitűnő, de ment a főiskola, odafigyeltem rá, jó volt, atlétaként volt az első edzés, és mint HM ösztöndíjas, meg hogy testnevelő tiszt lesz belőlem, kezdtem el foglalkozni az önvédelemmel, illetve a judóval. 74-ben a TFN én végeztem a judónak is egy emelt szintű képzését, akkor viszont jött egy fiatal ember, mert fiatal, mert 38 év körül lehetett, Belgiumból, aki szintén ilyen 57-ben került ki Budapestről, aki már a Shotokan karatét csinálta. Bemutatta magáét, csak mivel én már Kyokushin karatét csináltam, örömmel hallgattam, figyeltem, mozogtunk ott, de én vártam a Mészáros Attilát, mert az a mi edzőnk, és őt pedig elvitték olyan judósok, akik csináltak önvédelmet, és ott mondta, hogy jöjjön velünk a klubba, és elindult a magyarországi Shotokan karate. Tehát ez így fejlődött a két karate. Én aztán egyre jobban a katonai kiképzésbe belevettem, hogy kell ütni, hogy kell rúgni, hogy kell védekezni, hogy kell erre fölkészülni, milyen az önvédelem ezzel a mozgásanyaggal bővítve. Akkor 76-ban már akkor Budapesten is az egyik kolléga, akivel együtt kezdtük ezt a Kyokushin, megcsinálta Budapesten az első Kyokushin karatét. Én a következő évben Szolnokon a katonai kiképzés mellett megcsináltam a Szolnoki Tömegsport Egyesületben a Kyokushin karate szakosztályt, ez a mai napig is tart. Na most hát ugye az én katonai kiképzésem azért mégis a 18-19-20 évesek részére volt, de a civilek, azok is fiatal, 15-16 éves fiatal emberek, meg lányok jöttek, és nagyon-nagyon komolyan voltak a heti két vagy három edzés, ami két óra hossza volt, azzal a mozgásanyaggal, amit az Attila mutatott. Ráadásul utána edzőtáborba elküldött egy Angliából ismert, nagyon-nagyon komoly fiatal embert, aki tanította az ő karatéját, aki már a karatét kint tanulta az olyan mazut, az már. Tehát ez nekünk bővült.
olyannyira, hogy 76-ban lengyelekkel lett barátságunk, akik már voltak az első ilyen kiokosnyi világbajnokságon. Mi mentünk Lengyelországba veregetni, próbáltuk, csináltuk, tanítottunk, hát most erre azt mondom, hogy testnevelő tanár egy kicsit másabb volt, mint a honvédség és egy különleges alakulatnál Szolnokon testnevelőként még másabb volt, ebbe beleéltem magam, és elindult a karate. A harmadik helyen tölti a téli szünetet a megyei első osztályban a Mándoki futballcsapat. A bajnokságot Kis Gáborral a kispadján kezdő és Mirvai Lászlóval befejező együttes 10 győzelem mellett összör szenvedett vereséget. A tervek az voltak, hogy megpróbáljuk feltérképezni, hogy kik azok a futballisták, akik a jövő szempontjából nekünk hasznosak lennének. Tulajdonképpen ez sikerült is, olyan 9-10 emberben látom azt, hogy sikerülhet velük elérni a célt. És hát a tervek az voltak még emellett, hogy a bronzérmet végezünk a dobogós helyen úgy, hogy az elsőtől ne legyünk leszakadva. Én azt gondolom, hogy ez sikerült, hiszen 4 ponttal vagyunk a nagy halász mögött, tehát még bármi benne lehet a következő évben. A 6 mérkőzésen 3 győzelem, 3 vereség a mérleg, mennyire vagy elégedett ezzel a szerepléssel? Elégedett vagyok azért, mert tulajdonképpen 2 mérkőzés volt, amin ki tudtunk normálisan állni, úgyhogy volt kis padunk. A többi mérkőzésen sajnos egy 16 éves gyerek és egy felnőtt játékos állt rendelkezésemre, ezért nem tudtam belenyúlni sokszor a csapatba. Hát ezért van az, hogy tulajdonképpen 50%-os a teljesítményünk, mert több olyan mérkőzésünk volt ezek a 6 mérkőzésből, amit hozhattunk volna, hogyha tudok a kis padról erősíteni. De nem vagyok elégedetlen, hiszen a srácok mindent megtettek, és amit látott te is, meg a tabella is mutatja, hogy tulajdonképpen még bármi lehet. Döntetlen nem játszott a csapat, ez a véletlennek köszönhető, hogy a játékstílusból adódik. Játékstílusból adódik, ugyanis hiába fokhiasak voltunk a kispadon, neki mentünk mindenkinek, tehát nem arra vártunk, hogy majd visszaállunk és kontrázunk, hanem bátran már az ellenfél tér felén letámadtuk az ellenfelet, ezáltal egyértelmű, hogy az eredmények is mutatják, hogy tulajdonképpen nem volt döntetlenünk, mert bátran kinyíltunk, és vagy nyertünk, vagy kikaptunk egy góllal. Az említettek tükrében minden bizonnyal igazolni kell a téli szünetre, vannak olyan játékosok, minőségi játékosok a megyei első osztályi piacon, akik segíthetnek tavasszal? Igen, télen nehezebb igazolni, ennek ellenére jelen pillanatban úgy állunk, hogy 2 kapus és 3 mezőjátékos már a miénk, úgy néz ki, hogy tehát aláírtak, aztán már csak az egyesületekkel kell megegyezni, és még 1-2 játékossal tárgyalunk. Én nagyon remélem, hogy így most már minőségben is, hogy megleszünk, ez látszani fog a következő évben. Hogy néz ki a téli felkészülés, mikor találkozik a csapat, milyen tornákra nevezte? Január 7-én kezdjük a felkészülést, utána pedig 18-án kezdjük el a nagy pályán az edzőmeccseket. Január 18-án Szlovákiába menjünk egy NB3-as csapathoz, ott leszünk 2 napot, majd ők is visszajönnek hozzánk, és indulunk a nagypályás műfüves tornán, illetve hát Kisvárdával játszunk még edzőmeccset. Most a 3. helyen áll a csapat, mivel lennél elégedett a szezon végén? Tulajdonképpen dobogó. Tehát mindenféleképpen dobogó. Én azt gondolom, hogy ha dobogón leszünk, akkor a vezetés is elégedett lesz, hiszen az van kitűzve, hogy most a dobogón végezzünk, illetve nyártól a bajnoki címet próbáljuk megszerezni, de aztán, ha netalántán a dobogónak a legmagasabb fokára állnánk, akkor az már egy kis csoda lenne. És történelem a bárdoki futballban, hiszen még dobogón se, illetve a bajnoki címet se szereztek eddig. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!